Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk titeket, itt van velem Levi. Sziasztok. És a mai napon a Viticulture-rel fogunk játszani, ugye annak apropóján, hogy nemrég megjelent hozzá magyarul is angolul Tuscany, magyarul pedig Toszkána néven jött hozzá a kiegészítő. És ami fontos hozzá tudni, hogy ez egyrészt ugye az alapjátékot nem fogjuk most így részletesen a szabályait fejtegetni, ugyanis a csatornán erről már megjelent egy szabálymagyarázó videó, ennek a linkjét a leírásban megtaláljátok. Ez a végjátszás annak apropóján jelent meg, hogy az egyik kedves kommentelő kérte, hogy legyen egy a Toszkánáról is. A dilemma az az volt, hogy ugye egy teljes játék árába kerül, viszont teljes egésznek érezte az alapjátékot is. Viszont olyan sok pozitív, jó visszajelzés jött a kiegészítőről, hogy ugye elgondolkodott rajta, hogy ezt megvegye-e vagy se. Az alapjátékhoz képest az első nagy különbség az, hogy maga a játéktábla az megváltozott. Ugye most a négy évszaknak mindegyiknek vannak külön dedikált akciómezői, illetve bizonyos van olyan akciómező, ami megszűnt, van, ami átalakult, meg valami pedig bejött. Úgyhogy részletesebben most nem mennénk bele, hanem elkezdenénk a játékot, és akkor ahogy jönnek majd a különböző események, akkor úgy fogjuk ma mondani, hogy körülbelül mi mind csinál. Annyi, hogyha esetleg valamit rosszul mondanak, akkor kérlek a kommentben szélezzétek felénk, hogy ne maradjunk tudatlanak. Kiválasztottuk a mamag a papakártyákat, úgyhogy megvan a kezdőkezünk, a kezdő felállás is, úgyhogy úgyhogy akkor Levi kezd a tavaszt, hogy... Hát, szerintem választom a négyest. Oké, én megyek a harmadik sávon. Ugye az ébredési sáv is változott az alapjátékhoz képest, itt minden évszakban ki kell passzolni, és akkor át kell tolni a csibénket, vagy kakast, és akkor megkapjuk az ott feltüntetett bónuszokat. És akkor én kezdem, ugye. Akkor megyek a szőlőre. Hozok egy zöld szőlőkártyát, a bónusz az, hogy még egyet. Ugye két játékos nem minden akciómezőnél, csak az első rubrika játszik. Szerintem én is megyek arra, amire Cornél, egy ilyen nagy munkással. Húzok én is. Igen, kettőt. Nem, a bónusz, ja, a bónusz nem kapod érdez. Meg. Igen, a nagy munkás. Akkor nem azt csináljuk. Nem. A nagy munkással a bónusz csak akkor kapnád meg, hogyha üres az a mező, ahova rakod. Akkor lehelyezek egy csillagot. Ide, ahol szintén hozok egy kártyát. Jó, én jövök. Itt fontos, ez a Toszkána régiót mutatja. Itt a játék végén is lesz majd ennek jelentőség. Ugye a játék közben, ha leraksz egy csillagot, megkapod az ott feltüntetett bónuszt, pénzt vagy valamilyen kártyát. Itt a játék végén, amelyik régióban akinek többsége van, megkapja az ott lévő győzelmi pontot is. Jó. Ugye nekem a apakártyám adott egy öntözőt, ami nekem így jó lesz a szőlőző, úgyhogy ilyen passzolom ezt az évet. Én építek egy járomat, ami az, nem lukas, ami két pénzbe kerül. És ennyi. Annyi? Ennyi. Jó. Te vagy, mert én passzoltam ja. Már. Akkor megint én vagyok. Jó, akkor passzolok én is. Húzok egy ilyen megbízás kártyát. Ugye addig nem lehet elkezdeni a következő évszakot, ameddig ki nem passzolt mindenki, úgyhogy be kell várni őket. És akkor kezdem ültetéssel. Kettőt elültetek. Csak vörös koromban. Így. Jó, te vagy. Két merlotot ültettem. Hát. Ültetek én is. Ilyen fehér szőlőt. Kettős fehér szőlőt. Jó. Várjál, most néztem, hogy készletemből vettem el az embereket. Ami meg nem vásárolt készletből. Jó. Én... Én passzolok. Megyek az őszbe. Passzolok én is. Jó. Amit kezdtem.
Jó, szüretelek. Ugye plusz egy dörös szüreteltek a bónusz akcióval, úgyhogy... Van. Két borjázom. Ön jön, kollega. Csinálok egy ilyen borászat látogatást, amiért kapok 3 pénzt. Oké. Hát én csak passzolni tudok, úgyhogy... Én se tudok más csinálni. Húzok egy ilyen épületkártyát. Ugye a kiegészítő behozza az épületkártyákat is. Maga a játéktábla is két oldalas, a másik oldalán nincsen rajta ez a épületkártya hely, és ezek a kis, ilyen kis kiegészítő, mi az lapka is, ezekre lehet építeni egy-egy épületkártyát. Ezeket az épületeket ugyanazon a helyen tudod megépíteni, ahol egyébként a standard ilyen kis fafigurás épületeket tudod megépíteni. Illetve annyi, hogyha itt látható kis akcióhelyre lépsz, akkor le is tudod bontani ezeket az épületeket. Annyi különlegesség van még, hogy egy szabad üres dűlődre is tudsz rakni épületkártyát. Ja, passzolok is akkor. Én megyek ide, az ötösre. Passzolok én is. Én meg a hármasra. Kipasszoláskor minden visszakerül, már akkor, amikor kipasszolod. Úgyhogy... Oké, most én is. Ez a télnél fontos, hogy ha kipasszolsz, visszaveszed az embereidet, akkor aki még a télfázisban van, az ugye rakhatod a munkásokat. És én érlelődök. Minden jelzőm egyet. Most elkezdem. Mit óhajt? Szervezek. Bulit? Még se szervezek. Buliket? Tehát gyorsan lehet a kedved tőle. Lehelyezek mégis csillagot. Az legyen ide, és kapok 2 pénzt. Nem eszik a befolyásod. Építed az olasz maffiát. Lehelyeznek 2-t. Én passzolok. Ezt meghagyom, és én is passzolok. Mit akartam? Ja igen, venni egy nyári munkást. Értékesítek egy dűlőt, amely kapok egy pontot. Legyen ez az ötös. Akkor kapok ezt pénzt érte. Azt mondja, hogy ez. És én el fogok dobni 2 lapot. Ezt a 2-t eldobom. És ezért felveszek helyébe 3 pénzt. Ennél az akciómezőnél, itt látod, hogy van 2 lapot eldob, az például, hogy 2 lapot felhúz, vagy itt a 3 másik ikon közül valamiket felved, de tudsz el, hogy eldobsz egy, mi az, mustjelzőt, és mondjuk egy győzelmi pontot kapsz érte, tehát hogy ezeket szabadon lehet így cserélgetni. A plusz 1-es bónusz, az meg azt jelenti, hogy 2 akciót hajthatsz végre. Jöhetek? Akkor nem passzolok. Én ide rakom, amiért kapok 1 pénzt, és kijátszom ezt a lapot, hogy 2-t fizethetek, 2 pénzt, és ezzel visszavehetek 2 munkást, csak bárhonnan. 2 más akciókról. Nem mondja, hogy bármi, csak ebben az évszakban, úgyhogy ezt a 2-t visszaveszem. És ezt használhatom idén. Ja, én vagy. Kipasszolok. Ezért ez a kereskedelmi lejön, ki tudod szórni a fölös kártyáidat, úgyhogy van értelme. Építek egy építményt, ami legyen az öntöző. Melyik volt az öntöző? Ez. Az 3 pénzbe kerül, de mert kapok 1-et, ezért csak 2-t fizetek. Én szerintem húzok 2. Az a 2 ilyen megrendeléslapot, és akkor te vagy.
Passzolok. Én is. Lehelyezhetek egy befolyási jelzőt. Legyen lukka. És ezzel kapok egy építménylapot. Akkor legyen az, hogy betanítok egy munkás, ami 3 pénzbe kerül. És melyik legyen? Legyen a maffiózó. Aminek ugye ver az a képesség, ha leteszem egy olyan akciómezőre, ahol nincsen bónusz, akkor azt az akciót 2-szer végrehajthatom. Jó kis lesz. Munkás. Én meg kijátszok egy téli idénymunkás bónusz vagy pénzt, és 2-t választhatok a húzz egy megrendelés lap, fejlesz a pincédet szokásosáron, vagy a kapsz egy győzelmi pont közül. Úgyhogy az egyik, hogy kapok egy győzelmi pontot, és fejlesztem a pincémet közepes pincét 4-ért. Jó. Én passzolok, és akkor legyen a 4 is. Jó, a munkásai. Én is passzolok. Nagyon jól el vagyok itt az ötösön. Akkor én kezdek. Ja, megjelölődik a bor. Egyébként egész jól, mert a táblán jelentve van sorrend is, hogy ha vége van egy évnek és kipasszolsz, akkor mi mindent kell megcsinálni sorrendbe. Ja, bocs, meg eldobok lapokat. Hogy van az egyet, igen. A maximum 7 lap lehet a kezedben. Hát, nem tudom, hogy ennyi. Leteszek egy csillagot. Ami? Ami? Hát, legyen egy húzó kék kártyát. Behalászod a 2 pontosokat? Ja, nem, csak az egyik az. Építek egy építményt, ami az öntöző lesz. Nem. Lugas. Te vagy. Passzolok. Én is. Legyen a kék. Mennyit tudok ültetni? 2. Akkor... Ez így 5, és akkor legyen ide még egy vörös beszélni. Jó, ennyi. Én gyűlék? Ha, te gyűlék. Akkor gyűlök. Egy pontot bónuszként kapok is eladom ezt a 7-es. Na. Tollasodunk. Húha. Passzolok. Jó, ezt akartam mondani. Ja. Mit evők legyünk? Passzolok. Helyett? De passzolok. Kék. Én érdekes az a tapasztalat, hogy a kiegészítőben így kicsit nagyobb a kártyabőség. Főleg így a passzolások következtében jövő bónuszlapok miatt így könnyebben jönnek lapok. Én szüretelek. 2 dűlőt, ezért kapok. Egy 3-as postot. És egy 5-öst. A 2 munkásoddal több van? Azt jó. De jól nyomod. Jó. Pedig nem nagyon tudtam kihasználni ezt az előtt. Miért? Hát. Alatszat meg őkben is. Ne egyenlődjél, teszem Isten ezt. Keyboard késztek. Nem késztek keyboard, passzol. És azt akarom mondani, hogy én nem tudom. Legyen ez, pénzt elviszek.
Ilyen herünkkel lépjen mellett. Ó, passzol. Bocs. Ismételte vagy? Ez micsoda? Lakikötő. Ja, van egy ilyen a építéskártyákon, egy ilyen alul ez a kis kör alakú, ez ugye a követelésnek felel meg. Hogyha kipasszolod az évet, akkor megkapod követeléskor ezt a kártyát. Itt jelen esetben ugye egy megrendelés kártya. Jó. Megint eljövök? Aha, igen, mert miért kezded a évszakot. Nem tudom. Vegyek még egy munkás? Nem, ne vegyél még egy munkás, de veszek. Nem akarsz te még. Ja, várj, nagy munkásom van, úgyhogy... Ja, várjál, előbb, mivel ilyen különleges munkás vettem, egyre többet kellett volna fizetni, nem? Ha? Amikor megvettem a hangfőhozat... Ja, azért igen, az egyet... Ja, nem fizet egyre többet? Na. Szégyen és... Most befizetem. Szégyen és gyalázat. Akkor most... Mafia... Vagy mafiózó. Mit vársz tőle? Befizetek 4-et. És... Akkor legyen a másik. Néni? Na. A professzor az ugye azt tudja, hogy ha lehelyezed, akkor abban az évszakban, ha már van egy lehelyezett munkásod, azt visszaveheted. Ja. Jó. És én veszek egy munkás szintén. És... Már hogy van, hogy... 4 alapból, és plusz egy a... Nekem a professzor a színpip, és ezt csak én meg tudom használni. Te vagy. Kijátszok egy ilyen kék kártyát, kapok egyet a bónusz miatt. És? Fordíts képpel felfelé minden pakli legfelső lapját, húzd fel 2-t közülük, a többit pedig dobd el. Most olvasos. De hogy minden, hogy van, mindegyik pakiról húztál egyet? Igen. És akkor 2-t választhatod. Ja. Jó, hát én passzolok, úgyhogy... Én betudom az arcomat a 4-es sávra, mert az ugye nekem fog ott kelleni. Addig visszaveszem a munkásaidat, mert amúgy is csak passzolni tudsz, jó? Jó. Jó. Én meg lapot kell eldobni. Egyik rosszabb, mint a másik. Talán jó lesz ez valami. Olyan nincs, hogy rossz lap. Olyan mondod, hogy nem megfelelő? Ja, azt mondod. Ez megint ki kell szorni. Tényleg szorni kell itt minden. Ja, várjál. Kicsit sok a lapom. Várjál, engem is. Mondjuk 8. Szóval ugye 7 lap lehet, úgyhogy... Hol ébredjél? Uh-huh. Hát mikor? Mikor ébredjél? Annyit tudni kell, csak a nézőknek elmondom, hogy itt látszik az egyesnél egy ilyen szőlőjelző. Az egyesen nem lehet lerakni a mi az, miért? A kakasodat nem lehet az egyesen lerakni, hanem itt a hetes sávnak az utolsó mezője, az a kezdőjátékos jelölő, és ha valaki a hetes sávon a telet befejezi, akkor automatikusan az első sávban kell neki kezdenie. Jó, hogy raktam ötösen. Egy két játékosra éppen mindegy, hogy ez az első sávhoz kivallod. Én kezdek. Uh-huh. Te izgalmas, annyira, hogy nem csinálok semmit. Nem passzol. Uh-huh. Hát... Húzok két ilyen lapot. És te vagy továbbra is. És... Holofiózom. Lerakom ide.
kétszer végrehajtottam, ezért kapok 4 pénzt. Jó, akkor te vagy, ne? Ja. Hát ameddig ugye nem passzolsz ki, addig. Addig nem. És akkor legyen ez. Jó. Nekem viszont fontos lesz, hogy ültessek. Én ültetek, de csak egy napot fogok ültetni. Ide. Egy Trebbiano-t. Te vagy. Játsszuk egy ilyen sárga lapot. Amelyik ültesse legfeljebb 2 szőlőt és kapsz 1 pénzt. Legyen ez. Elültetek 2-t. Ide megyünk, még 2 jöhet. Ebbe 3. Egyik sem. Jó, pont legyen ez így. Jó, passzol. És kapok egy pénzt is. Passzoltam. Én is passzolok. Oké. Szüretelek. 2 dűlőt. Szüretelek. Oké. Amiért kapok 5-ös vörös mostot. És egy 5-ös. Ez egy 6-os vörös most. Elnézést, akkor 6-os vörös mostot. És egy 5-ös fehér mostot. Ami csak egy 4-es. Mert az 5-ös már fog. Én megkészítek bort. És ugye a mamával, vagy mi ez, professzor asszonyja, visszavertem az egyiket. De várj, én megvettem előző körben a mamát is. Ja. Csak dire félre raktam, mert ja. A kör még nem volt. Oké. Mit akar? Ja, én bort készítek. Ugye tudok 3 borjelölőt csinálni. Én ezeket meg is csinálom. Csinálok egy 5-ös vörös bort. 2-es, nem egy 2-es fehér volt, hanem egy 4-es rozét csinálok. Még egy jelölővel csinálok egy fehér 3-os bort. Te vagy. Jó van. Én építek, amiért bónusz miatt kapok 1-et. A mama miatt ugyebár ez visszajön? Aha, sima munkás kész. Sima munkás? Vagy mindjárt nézem. Akkor az nem jön vissza. Általános munkás, igen. Akkor mindegy. És leépítem ezt az épületet, amiért ha eldobok egy bort és egy mustot, akkor kapok 3 pénzt és 3 pontot. És ugye minden épület a játék végén az egy győzelmi pontot ér. Én passzolok. Nem passzolok én is. Amivel lehelyezhetek egy csillagot. És az... Legyen ez. És húzok egy ilyen kártyát. Jó. Én veszek, kapok egy pénzt, és így 4 pénzért tudok venni egy munkást. Amit csak jövőre tudok használni. Na, akkor kijátszunk egy ilyen kék kártyát, amin kapok 1-et. Kijátszom ezt, és akkor lefejlesztek 2 bort, ami legalább 4-es szintén. Szanyas volt 5-ös. Aha. És akkor legyen ez. Oké, én teljesítek a szerződést. Amiért egy 4-es bort kell, meg egy 4-es rozét beadni, kapok egy
követelést, illetve 4 győzelmi pontot vezettem egyel. Aha. De érdekes. Ja. Én passzolok, legyen a 3-os. Jó pont, szétlapon vannak, az nekem. Munkások. Ja, úgyis visszajönnek. Visszajönnek. Ja, én is passzolok, és... Nagyon elterjedtél a csillagokkal. De mindegy, én még maradok ebben a 4-es sávban. És eldobok egy lapot, hogy 7 legyen. Ja, várjál, azt leépítettem és nem fizettem be, érte. 8-at. 2, 4, 6, 8. Nézd, hogy van ennyi pénzed. Hát, engedd be. Kapok érte 4 pénzt. Hát akkor csillaglerakással szeretnék 2 pénzt szerezni. Nem passzolok. Oké. Okay. Én építek a mamival. Visszaveltem a munkásomat, és 2 pénzért leépítem a járomot. Te meg... Ja, bocs, passzoltál. Akkor passzolok én is. Kapok egy megrendelést. Ültetek. Legyen ez a kettes. És a másik mellettem elültetni. Szóval, hány volt? Én kivágom ezt a merlotomat a járom használatával. Te vagy? Hát. Passzolok. Most itt jönnek a nagy kérdések, és én szerint... Hát, hogy mi legyen. Passzolok én is. Szerintem. Igen, passzolok. Te vagy. Hol vagyok, kösz? Kösz születelek. Kettő dűnét, amiért kapok 6-os mustat. És még egy 6-as. Meg akkor egy 5-es. Vörös must. Jó, jó sok szörőd van. Melyik én szeretelni az egy dűnömet. 2-es, meg egy 3-as. Na most hiszem biztos, hogy nem érleltem előző évben, hogy ezt teljesen elfejtettem. Készítek borjelölőt, vagy azt borjelölőt. De érdekesség, hogy a birtokháznak egy kicsit mi úgy éreztük, hogy a jelentősége egy kisebb a kiegészítővel, mert amúgy is egy csomó lapot húzunk a bónuszokkal. És a professzor miatt visszakapunk a munkásomat. És... Én passzolok. Építek, amire kapok egyet, bónusz miatt, és megépítem a nagy pincét. Ja, várjál a fenyébe. Ja, már kicsit nincs megépítve még. Igen, vagy a és ezeket nem tudtam volna. Volt a 6-os. Ja, áthúztad a közepesbe, úgyhogy izé nincs közepes pincét. Figyelj, szerintem, hogy legyen egyszerű, itt megveszed most a közepest. Jó, akkor megveszem azt. Az 4. Csak húzom át? Én ezt szerintem húz vissza, igen. Mint ha meg lett volna. Történt egy kis csalás? Igen, annyi történt, hogy nem volt közepes pincéje, és úgy érlelte a... Tehát úgy alakította át a mustjait a borba. A 4-es, 5-ös, 6-os értékű borokkal. És ugye ezt nem lehet, hogy megcsinálni, nem is közepes pincét. Most picit csaltunk, hogy most utólag megvette a közepes pincét. Ez
Hát majd a fejedhez vágom a fejed ütönyet. Ne felejtsék el az élmény. Ja, te vagy, mert ugye én passzoltam. Ja. Jó, passzolok én is. Hát 10 lap van. Ez hihetetlen. Teljesítek. És... ez jó. Ez nem. Legyen ez, amelyikhez kell. Ötös szintű fehérbor. És egy hármas szintű vörösbor. Kapok érte 4 pontot. És egyet lépek. Neked már 6 munkásod van meg, ugye? Aha. Akkor már nem tudsz eltét csinálni. Jó. Én egyik munkást ide rakok, kapok érte egy pénzt. És egy olyan napot játszok el, miért kapok rés előtt, hogy kapok 3 pénzt, illetve húzhatok egy nyári idény munkást. Itt most a pénznek van nagyobb szerepe. És te vagy. Legyen az. Hoppá. Teljesítem ezt a kék kártyát. Akkor eldobom. Hát meg fog kelleni. Elvon a vöröset. És hol kaptál 2 pontot, ugye? Igen. 2 pont. Ez egy jó kör volt. 4 pénz. Én veszek egy munkást. És ez nem speciális munkás lesz. Ja igen, ugye azt mi nem mondtuk el, hogy a kiegészítő behoz két speciális munkást. Egy ilyen mama meg papa figurában. Fölcsapunk mindegyikhez egy darab ilyen lapot, ami megmondja, hogy milyen képessége lesz annak az adott munkásnak. Annyit kell róla tudni, hogyha bármikor a játék során veszel egy munkást, ez lehet akár kártya segítségével, amikor kedvezményt kapsz, igazán az lényegtelen, de plusz 1 pénzt, ha befizetsz, akkor választhatsz valamelyik speckó munkás közül. És akkor... jó, ja, én éppen munkás leszek, ugye? 4 pénzért én megveszem az utolsó munkásomat. Passzolok. Legyen az 5-ös. Mert nekem sincs több munkásom. Ja, ezek legyen. Én maradok a 4-esen. Ja, érlelődnek a dolgok. Munkásokat visszavettük, el kell vennünk a izét is. A követeléssel van a egyik pénzt. Jó. Ennyi. Aha. Ja, és én kezdek meg. Jaj, de jó. De menő. Kinek jó az? Ja, bocsa, a kártyákat nem dobtam el, mert ugye nekem több volt, mint 7. A borászatomnak jó. Passzolok. Hát, én építek. Építsek kettőt, nem kettőtön. Építek egy nagy pincét, ami 6 pénzbe kerül. Akkor megint én jövök. Jó, passzol. Én nehezem ide a munkásomat, amivel eldobok 2 lapot, hogy kapjak 3 pénzt. Jó. Passzol. Jó, én viszont ültetek a nénivel, amivel ültethetek 2-t. Ültetek egy szirá, illetve egy chardonnay-t, és ezt visszaveszem. Illetve, ja, mert ugye már passzolta. Kijátszok idei munkást, kapok bónuszba egy pénzt, és van egy olyan, hogy építést használom, amivel felépítetek kedvezményesen, 3 pénz kedvezménnyel egy épületet. Felépítem a nagy
pincémet. És most passzolok. És megint egy. Ja, tényleg vagyunk köztem. Hát, születelek két nőt. Hármas, kettes, vörös. Négy, kettes, vörös, fehér. Én így már csak egy dűlőt tudok születelem. Hát, nagyit legyen. Legyen ez. Amiért kapok egy hatos fehér mustat és egy egyes vörös mustat. Jó, én választom ezt, hogy a két megrendelés kártyát felhúzok. Na. Készítek három bordelzet. Legyen ez a fehér, visszacsúszik a négyesre. Legyen egy négyes vörös, egy kettes vörös. Jó. Igen, tök jól állsz most. Úgy érzed? Na. Miért? Legyél büszke arra, amit eddig elértél. Na, nagyon büszke vagyok. Jó. Próbál a stávit lelket önteni. De hogy látjuk félre meg. Jó, te készítettél bort, ugye? Az a gond, én csak így sodrólok. Nincs terem, hogy mégis mit csináljak. Hát az a jó, hogy a játéknak így a hangulata így visz téged. Hát, nem mondanám, hogy a hangulat. Egyébként készítek ki a borjázat, én is. Lesz egy ötös vörösbor, lesz egy hármas fahérbor, mondom hármas fahérbor, és csak kettő, jó, oké. Okay. Te vagy. Jó, passzol. És akkor lehelyezzük egy csillagot. Hol helyezzük? Legyen ide. Kapok egy pénzt. Nem leszünk jóba. Eddig jóba volt? Hát voltak némi minuszjunk a dolgot illetően, én kapok egy minuszt. Csak hogy lássa, hogy mi a dögödet is visszaállítom. Nem kellett volna fellökni. Jó, ja, én kezdem. Jöjj! Teljesítek egy szerződést. Ezt a ötös bort és a fehér hármas bort adok el. Ezért kapok majd 4 pontot, meg egy olyan követelésem is növekszik. És ismét egy újabb elégedett ügyfél távozik köréinkből. Hát ez egy megszívtan, mert nem tudok teljesíteni. Hát... Ja, mert nincs a munkásod? Nincs. Ezt a peket. Nagyon nagy. Ugyan, hogy együtt érzek veled? El tudom képzelni. Akkor... Bónusz miatt kapok egyet. És teljesítem ezt, hogy... Kapsz egy pénzt minden egyes kártyát nézd a kezedben. És ez is bele számít? Engem vagy a szabálykönyvet kérdezel? Előbb csaltunk szól téged. Jó, ne számítson be. Szerintem egyébként nem számítana. Most jó. Így meg kell nézni a szabálykönyvet, de... Akkor kapok 4-et. Ja, várjam a mert elvileg úgy van, hogy leteszed, kijátszod és utána érvényesíted. Jó. Nem tudom, lehet, hogy ez így elég defektes logika, de szerintem nem számít bele. Ezt beszámítson. Igen, ezért kaptam már el is a bónuszt ahhoz, hogy... passzolok, mert nincs semmi. Melyik az ötös? Akarok én az ötös? Akarok. Tökéletes.
terved? A rendszer... Terve az nincs, csak... Ja, most csak több lehetőségem. Sodróc, igen. Letesszük ezt a professzort. Mégis, ha minden jól megy, akkor több mindegy is sodróc, nem? Ha. Teljesítsük ezt. Meg egy hármas, meg egy négyes fehérbor. Kapok érte 3 pontot, 1-2-3. És egyet lépek előre. Ez is oda? A követelés. Ahogy ugye elvégezem. Ja, bocs, mivel én passzoltam, ezért minden nem érlelődik. És ugye megkapom a két pénzt, a két. Hát... Itt tudsz szerezni egy-egy pénzt. Csak gondoltam figyelmetbe ajánlom. Egy-egy pénzt? Aha. Itt is tudod. Nem, mindegy. És akkor válasz ki legfeljebb 3 ellenfelet, hogy adjanak neked egy sárga kártyát, kapsz 2 pontot, ha egyik nem tudja ezt teljesíteni. Ho-ho-ho. Tudod teljesíteni? Tehát várj, hogyha nem adok, akkor kapsz 2 pontot? Igen. Hát, ha nem tudod teljesíteni ezt. Szóval van kártyád, akkor muszáj adnom. Hát jó, akkor ez a kártya azt tudja, hogy veszíts el 3 győzelmi pontot, hogy kap 9 pénzt, vagy fizess 6 pénzt, hogy kap 2 győzelmi pontot, úgyhogy kellemes dilemmázást. Mindjárt eldobom. Ja, és még van egy munkás, ennyi munkás, nem igaz. Hát. Csak a baj van velük. Kár, hogy nem lehet eladni munkást. Nem tudom, mi volt abban a korban, volt kivégzés. Tegyük ide. Tegyük. És húzok egy ilyen épületkártyát. Húzz el egy olyan épületkártyát. Passzolok is. Passzoljál is. Hol passzoljunk? Én tudjam. Legyen ez 4 is. Ja. Ezek. Betakarítódnak. Visszaveszed a szőlőket és betakarítod a munkásokat. Pontosan. Minden érdelődik. Munkások is, ne felejtsd el. Ha nem tudnak hova. Mi ez az anyagi cél? Jó, nem kell eldobolni. Álljon a sorba, ne viccel. Trehányságon tudom. De azt mindig állíthasson őket. Hát persze, ne viccel. Hát hogy azért kell, hogy legyen valami társasjáték kultúrát, hogy igényes, vagy igényesség a munkásaid felé. Hogy dolgozzanak? Hát, úgy, ahogy én mondom. Más nem kell csinálni. Ja, és megint itt, ja, kapok 2 pénzt. És megint én jövök. Akarok építeni? Nem. Ugye megnézzük. Hát figyelj, akkor építsünk. Ez 5-be kerül. És azt tudja, hogy amikor egy sárga vagy egy kék kártyát játszok ki, eldobhatok 2 mustot, hogy kapjak 3 pontot. Jó, akkor én vagyok. Passzol. Bocs, nem akartam a csirkédet bántani. Na, 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 gépke. Nem akartam kakaskodni. Te leraktad össze egy csillagot? Nem, te úgy. El van itt még. Nem akkor passzol. Nem kell félni itt. Ja, és megint én jövök. Megdöntöm a birodalmat. Ott ilyen állózatot. És hol vagyunk? Nyár? Mit csináljunk nyáron? Jó, mindegy, passzol. Helyes. Sárga. Miért is helyes? Nem jó? Én tudja. Ja, ezért jó. Lerakom ide, ezért kapok egy pénzt, és kijátszom ezt, amivel kaphattok 3... Mi ez? Szponzor? Szponzorálnak engem, úgyhogy kapok 3 pénzt. Ideig jutott a birtokom, hogy már szponzorálnak. Még nekem még abban is szponzorálnának.
Még neked van annyi pénzed, hogy nincs el szükség. Ja, hogy még mindig annyi azért nincs. Passzol. Na. Születelünk. Két dűlőt. Ami csak úgy, mint eddig. Hatos. Vörös most. Egy hatos fehér most. És egy egyes vörös most. Jó. Egy mani. És leépítem ezt. Egy akcióhelyet biztosít, amivel készíthetek legfeljebb két borjelölőt is négybe kerül. Hát akkor... Ne ez legyen. Ez is ezzel visszakapom a másikat. Készítek három borjelölőt. Legyen ez a fehér. Egy hatos vörös és egy kettes vörös bor. Jó van. Jó. Én is készítek két bort a most elhelyezett épületemben. Amivel készítek egy ötös vörös bort, egy hatos rozét, meg egy ötös fehér bort. Bocs, az már harmadik lenne. Aztán már te vagy. Tudod mi? Ja, kétszer nem tudok születelni. Ja. Egy évben egy tűrőt egyszer lehet szüretelni. Jó, passzolok. És kapok egy épületkártyát. Én szüretelek a bónusszal két dűlőt, és ugye visszakapok egy munkást. Négyes, kettes, fehér, most, hármas, kettes, vörös, most. És utána meg hozok két megrendeléslapot, és passzolok. Hogy vagyunk? Jól vagyunk. Te vagy. Akkor én teljesítek egy ilyen. Minek hívják? Megrendelés. Megrendelés, igen. Amihez kell egy vörös bor, három fehér, és kapok érte két pontot, meg egyet lépek előre. Akkor én is kapok egy pénz bónuszként, illetve teljesítem ezt az exportot, amivel készítettek két bort, illetve teljesítettek egy megrendelést. És amit én készíteni fogok, az ez lesz, hogy csinálok egy hetes rozét, egy ötös fehér bort. Jó, és teljesítem, megcsináltam a két borjelölőmet, és teljesítem ezt a lapot. Ez egy hetes rozé, és legalább egy hármas vörös bor kell. Ez kettőt hallom a követeléssel van. És 5 pont. És ha nézzük meg, mondom el addig, hogy annyiban is változott ugye a kiegészítő játéktáblája is, hogy most már nem 20 pontnál, hanem 25 pontnál van vége a játéknak, tehát hogy aki eléri a 25 pontot, azt az év, mert még be kell fejezni, és utána vége a játéknak. Eldobok egy bort meg egy mustat, és kapok érte 3 pénzt meg 3 pontot. Nagyon kaparsz. Kostatok utána. Dehogy is, szintén úgy le fogsz győzni engem, mint annak a rendje. Te tele vagy ezért. Mivel? Borra meg musta. Te meg épülettel, meg ötletekkel. Mint ha te nem lenni. Én jövök vagy? Nem, mert én ide raktam és én teljesítek egy szerződést. Ezt. Négyes hozzá és négyes fölkel bor kell legalább. Ami négy győzelmi pont, meg egy követelésen való előre siklás. És azzal én maxoltam. Ugye ötnél több követelésed nem lehet a kiegészítőben sem.
Hát... van két munkás, és nem tudok meg mit kezdeni. Egyiket tudsz teljesíteni. De vagy tudsz két lapot nem is tudok teljesíteni sem. Két lapot nem tudsz. Két lapom sincsen. Azokra érdemes talán most már így elmenni. Hát igen, érdemes lett volna. Hát figyelj akkor. Vegyünk a pénzet. Vagy várjál? Hogy te minden eltüntetni? Vagy csak leteszek ide egyet és elbakod? Aha, és elbakod az egyik lapot. Jó, akkor húzunk egy ilyet. És... szerintem kétszer húzhatsz. Mert az nem bónusz akció mező. Nem kettőt? Mivel nem ír ki kivételt, hogy az mindenki által elérhető, nem elfoglalható mező az kivétel, mert ezért feltételezzük, igen. Ja, és én passzol. Érte vagy mi? Én passzol. Vagy van? Ja, te vagy a kék, bocs. És éppen most voltál, ugye? Igen. Akkor passzol. Maradok itt. Ötösön. Ez tök jó, egyébként marad két izét, két lapot. Ja, jó lenne. Legyek jó fej, menjük a négyes. Hát, hát legyen jó fej. Hát de mi? Így is legyőzöl, hagyjuk. Ja, meg visszaveszem. Várjál, meg visszaveszem őzéket. Az nem érek valamit egyáltalán. Nem jövöm. Húzzunk még egyet. Pedig egyik sem volt jó. Ezt a pessimist zaját. Egyik sem jó. Semmi sem jön ezt. Előbb négy lapot húzta, egyik sem volt jó. Ja, igen. Akkor passzolok. Hol menjünk? Haza. Ezek után. Jó, legyen a hatos. Nem számít. Megvan összes, ja. Ja, megérlelődik minden. Megkapok 3 ilyen pénzt. Megkapok 5 ilyen pénzt. Leszem. Jó. Én kezdek? Csillag. Építek, vagy építsek kettőt is. Várjál. Addig elmondom a nézőknek, hogy itt ugye a kis befolyásjelzős Toszkána régiónkban, ugye ha lejelzed a csillagot, akkor megkapod az ott lévő jutalmat, de lehet dönthetsz úgy is, hogy nem lehelyezed a csillagot, hanem mozgatod. Ebben az esetben viszont nem kapod meg az ott lévő bónuszt, ahol mozgatod. És mozgatni csak azután lehet. Jó. Nem dobáltam el ezeket, de ezek úgyse kellettek. Akkor dobd el. Befejezted a mondani valamit, vagy? Szerintem nem. Ja igen, hogyha mozgatni azután lehet csak, miután mind a 6 jelződ. Csillagod lekerült. Ezt el dolog. Pont jó. Egyébként ezt megtartsam, hogy ezt visszavásárolod, és erre is tudsz építeni. Tudom. Majd itt. Ja. De az megint szőlőt kell utána gyűjteni. Mi az, hogy szőlőt? Hát ilyen kékek. Mert hogy úgy értettem, hogy ilyen épületet tudsz ráépíteni. Erre? Ha igen, üres vizére, üres dűlőre tudsz épületet építeni. Jó. Nem haragsz, akkor most egy picit megsértődök. Én nem haragsz. Te vagy? Ez 3-ba kerül. Megépítem ezt. Ami azt csinálja, hogyha eldobok egy mustot, akkor kapok
három pénzt, meg egy pontot. Az nem minden az, mint ez? Nem, azért többet kell dobni, és többet kapok. Ó! Ne kérdezz, miért raktam. Biztos meg voltam maga összedett logikája. Ja, megint egy jövök? Uh-huh. Hú. Ja, fáj. Elétítettem. Jó, passzolok. Egy pont. Ide egy pont, és hétet megveszem. Jó, visszavásárolva én is. Érdekes, mert az alapjátékban nem volt úgy gyakori, hogy az legelső, amikor mi játszottunk, hogy nagyon visszavásároltunk volna dőlőket. Most meg így, ez maradt is pénz. Nálam megtört a lendület. Nálad? Aha. Miért? Hát mert. Mesélj. Tudok valamivel segíteni? Hogy színjelni? Ó, na mindegy. Arról is lemaradtam. Ezek a... Jaj, neki mit ad egy akció? Én passzolok. Várjál. Mindegy. Én bocs, az özbe vagyunk. Ja, jó. Akkor érdelek. Hogy helyet születelek. Helyet érdelek. Vagy mi az, borkészítés? Jó. Igen, nem kell rohanni. Csinálok egy 8-as rozét. Meg egy 8-as bót. Nem úgy. Akkor én születelek. Kettőt. Két dűlőt. 6-os vörös. 6-os fehér. És egy 1-es vörös. Hú, jó, én passzolok. És ezzel csillagot lejelzek is. Ide rakom. Jó, passzolok én is. Szőlők érlelése. Akkor ezek érlelődnek, ugye? Uh-huh. Vagy várjál? Ja, jó, nem tudom, hogy csinál. Ja, de várjál, nem passzoltam. Elnézést. Más csinálnak. Kúzom két ilyet. Jó. Ezt igen, visszavettem. És most passzol. Az a következő. Ja nem, bors, igazad van, mert abban vagy. Jó, jó. Te tudod, jó. Ez is jelölődik. Én teljesítik egy megrendelést. Egy 8-as rozét kell beadnom érte. És az 4 győzelmi pont. És én mivel maxon vagyok, ezért már több követelésem nem lehet. Szőlőt. Van benne szőlőt, szokor sárkenti a gondolkodás. Az rajtam már nem segít. Kijátszok egy kék kártyát, ebből csak egy van. 22 sárga kártyát, vagy dobj el egy legalább 4-es értékű bort, hogy kapj 3 pontot. Bort dobáljam. De sárga nem. Dobálom itt a bort. De a pincészetet, hogy repkednek ki a pincébe a borosági. Sőt.
Te jössz meg. Én vagyok? Ha? Tetted vagy nem tetted? Használom ezt a nagy munkást, amivel még egy bort megrendelés teljesítek, ezért egy 6-os fehér bort kellett dobálnom, ha már így. Én a Benni ezt oda dobom neki. 1, 2, 3. Úgyhogy elérte a 25-ös pontot, úgyhogy ez az utolsó év. Itt volt egy ilyen, azt még megcsinálhatom, hogy amikor kijátszok egy két kártyát, akkor eldobhatok két mustot, és akkor kapok 3 pontot, ugyanúgy. Visszamenni meg? Hát nyugodtan. Hát most csináltam az előbb. Hát mit tudom, eldobom ezeket, és kapok 3 pontot. És akkor ugye most van a standard akciót, mert ezt ugye visszamenőleg az előző körben csináltad. Dobjál egy mustot, és kapsz egy pontot. Eldobjuk ezt is. Még egy pont. Ajjajjaj. De mit kapok? 3 pénzt. Jó, hát én... Igen, én itt rontottam el, hogy ezt a nénit kellett volna leraknom a nagy munkás helyett előbb. Akkor rakjad. Mert akkor tudtam volna még egy... Akkor rakjad. Nem, most már nem akarom. Ne. Hát én is vissza... Ne is mond, ne. Eladok egy vörös bort. Egyébként meg igazán mindegy, hogy szintén az a fogom az egy pont. Így is nyerte. De ha nyerek, nem sokkal. Szóval ezt mondom, nem. Nem tudom, ez bármit segít. Sem. Ja, én meg vagyok. Te is. Aha. Jó. Hát akkor ugye érdelni meg ezeknek nincs értelme, mert győzelmi pontot nem ér sem a pint. Sem a boraid, sem a mústjaid. Úgyhogy ezeknek a kiértékelése jön. Úgyhogy hát ahol ugyanannyian vagyunk, tehát, hogy ugyanannyi jelző van, ott ugye nem fog pontot kapni senki, ugye így sem. Itt te kapsz egy pontot. Itt én vagyok többségben, úgyhogy itt 2 pontot kapok, meg itt is én vagyok többségben, itt pedig 1 pontot kapok. Ez 3. 31-24. Ezek? A épületekben? Azt hiszem, tényleg. Igen, ezt elfejtettem. Egy pont, minden épületkártya, nekem egy pont, neked 2. Na, 25-ös legalább elég. 32-26. Ez lett volna a Viticulture a Toszkána kiegészítővel. Reméljük, hogy valamennyire visszajött a játéknak a hangulat, a feelingje. Ha esetleg lenne más olyan játék, akár kiegészítő, akár alapjáték, amit szeretnétek látni végigjátszás formájában, akkor ezt jelezzétek le a kommentbe. Megköszönjük a figyelmet. Köszönöm remélek ezt a játékot is azért. Nincs mit. Figyelj, 25-est elérted. Nincs miért szégyenkezni. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk a legközelebbi videónál. Sziasztok! Sziasztok!